holtan találtak két illegális bevándorlót egy kis buszban az osztrák-magyar határ közvetlen közelében. Osztrák katonák állították meg az egyébként magyar rendszámú buszt. Mint kiderült, 28 embert próbált nyugatra vinni a sofőr, de csak 26 bevándorló volt életben, ketten útközben meghaltak. Az embercsempész elmenekült, nagy erőkkel keresik, vagy legalábbis a fél nyolcas híradó elején még keresték, amikor jelentkezett a tudósítónk, jön Mészáros Vendégünk pedig Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Jó estét kívánok, Jó estét. tábornok úr. Hajtóvadászat indult, tehát az említett ember sem ellen nagy erőkkel keresik, és hallottuk a felvezetőben, hogy hát osztrák területen történt az eset, már osztrák terület és az osztrák hatóságok találtak rá a kis buszra. Ennek fényében milyen együttműködés zajlik jelenleg a kézrekerítés érdekében, ne. és egyébként az is érdekes kiindulva az elmúlt évek gyakorlatából is eseteiből, hiszen 2015 is volt egy ominózus. Igen, egy súlyos eset történt ott, amikor a hűtőkamionban voltan találták az a elrejtőzött migránsokat. Az esemény osztrák területen történt, a helyszínelést, a bűnügyi helyszínelést és az ottani adatgyűjtést, a elmenekült gépkocsi vezetőnek a kézrekelítését az osztrák hatóságok végzik. Nyilvánvalóan, hogy tájékoztatást kaptak a magyar hatóságok, és szükséges erőkkel mi is közreműködünk abban, hogy ha abban az esetben, ha magyar területre jönne ez az elkövető, akkor mi hamarabb kézre lehessen keríteni. Hajnalban egyébként két ember embercsempészt is fogtak a rendőrök, Mórahalmon, ott egy bolgár rendszámú autót állítottak meg, és 25 férfit találtak benne, illetve Inárs környékén, ott pedig egy svéd állampolgár tíz embert próbált meg illegálisan átjutatni a határon. Mennyiben változott meg maga a gyakorlat és a módszerek? Sokszor beszélgettünk arról, hogy egyébként már a 90-es években is virágzott ez az üzletek, de akkor magányos eh, elkövetőkről volt szó, lehet így fogalmazni, ez az eset is, a mai, és még van egy lengyel eset, majd arra is kitérhetünk esetleg, azt mutatja, hogy határokon átívelő, és tulajdonképpen megállíthatatlan? Hát ezt nem, nem mondjuk ezt, hogy megállíthatatlan, mert ha a hatóságok, ha az országok határoikat lezárják, azért, azért meg lehet ezt állítani. Az a baj, hogyha ebben nem egységes az Európai Unió, hanem a migrációs paktum készülés ennek őrbe mentén egyre másra vannak politikai nyilatkozatok, amelyek a, a határőrizettnek és a migránsok vagy a menekült. Nyilvánítást, más megközelítésekben újra csak elővették az elosztási kvótákat. Tehát ezek a politikai nyilatkozatok és ezek a tervek, ezek sajnos nagyon is meghívó levélként szolgálnak a világ különféle migráció kibocsátó országaiba, és ezek mindaddig, amíg a határon valami fajta furcsa megközelítésekkel találkozhatnak, tehát hogy joguk van oda, meg ez egy emberi jog, hogy ők jöhessenek, világosan az ENSZ előírásai világosan fogalmaznak, hogy ki a menekült, a menekült a legközelebbi biztonságos országba átmeti védelemre jogosult, de nem emberi joga betelepülés, különösen nem a szervezet bűnözés által szervezett, ismeretlen identitású személyek tömeges előzönlése. Pláne nem, hogyha a hatóságokkal semmilyen együttműködést nem mutatnak, és nagyon gyakran erőszakosan lépnek fel a hatóságokkal szembe. Épp ezért tehát a, a migráció az jelen pillanatban rendkívül intenzív, valamennyi Európába vezető útvonal, akár a spanyol, akár az olasz, akár a hozzánk is elérő balkáni útvonal, vagy legújabban a Belorussziából kiinduló Lengyelországot és Litvániát súlyosan érintő helyzet. Tehát egy 2015-nél is egy bonyolultabb helyzet körvonalazódik, miközben a háttérben Afganisztánban több millió ember várakozik, vagy már menekült, elmenekült egyelőre belül, az országon belül elmenekült a lakhelyéről, vagy az egyre romló biztonsági, gazdasági, társadalmi viszonyok miatt komolyan tervezi a, a migrációt Afganisztánból. Ez, ezek olyan kérdések, amelyekbe világosan kell beszélni, és azok a tapasztalatok, amelyeket Európa szerzett 2015 óta, akár a terrorizmusba, akár a, a migránsok munkavállalásba való részvételébe, akár a társadalmi beilleszkedési programok teljes kudarcába, ezek figyelmeztetők kellene, hogy legyenek, és közös erőfeszítéseket inkább a határok őrizetére kellene fordítani. Magyarország ebbe konzekvens kezdetektől, Kezdve megmondtuk, hogy mi a mi álláspontunk, és bár 2015 óta rengeteg támadás ért bennünket a kerítés okán, ebben jó nagy változás van, jelenleg több európai ország is épített vagy épít kerítéseket és úgy látom, hogy ebben ezeknek a megítélése már megváltozott a magyar kerítéshez képest. Említettem Lengyelországot, csak visszatérve a témára, mert ott meg felborult egy migránsokat szállító kis busz, 15-en utaztak benne külföldiek, fel tudtak mutatni irány, illetve a török papírokat, és Németország felé tartottak egyébként, amely nagyon érdekes, hiszen tábornok úr is korábban is, és most is reflektált arra, hogy egy új útvonára is fel kell figyelni, sőt, már az elmúlt hónapokban is téma volt a lengyel és fehér orosz határ, csak ma 200-an próbáltak ott átjutni, és ugye Németországba veszik az irányt a menedékkérők. Hogyan jutnak oda? Tehát hogyan lehetne megállítani azt, hogy Belarusból elindítsák de a az, gépeket? Ugye 200-an próbálkoztak, ez egy jelentős határsétő szám, de a figyelembe veszük, hogy mondjuk a magyar határon tegnap több mint 700-an kísérleteztek egy nap alatt, és ez már a második olyan nap az idei évben, amikor 700 főt meghaladja az egy nap elfogottak száma, és 91 ezer fő fölött van már az elfogott határsértők száma a magyar határon, és több mint 950. Embercsempészt fogtunk el, tehát ezek azok a tényadatok, számok, amikről beszélek, amikor azt mondom, hogy komoly migrációs nyomás alatt vannak az európai határok, és sürgős és egységes álláspontra volna szükség annak érdekében, hogy az európai emberek védelmét, az európai belső biztonságot garantálni lehessen, hiszen azok a határon kezdődnek. Ez a nyomás a télbe mennyire, milyen mértékben mérséklődhet? Milyen feladat előtt állnak a határt őrző, védő katonák, rendőrök abból adódóan, amit most is mondott, hogy ezeket a számokat nézzük? Az a tapasztalat, hogy a tengeri határokon ott a hűvös idő, viharos idő beáltával mérséklődni szokott a indulók száma, ez most pillanatnyilag még nem tapasztalató, mert Jetskik től kezdve gomicsóna minden minden elútba indulnak, és nagyon súlyos helyzetekbe kerülnek emberek a tengereken, de mondjuk talán a tengeri szakaszokon ez jellemző. Ahhoz, hogy az európai szárazföldi útvonalon érkezőket megállítsa az időjárás, az nagyon komoly, súlyos, nagy hideg havazás kell, akkor átmenetileg ilyen védett bevándorlók számára, hogy a menekültek számára fenntartott táborokba szoktak bemenni, és ott ki, ki megvárják a nagy hideget, annak az elmúltát. Tehát arra lehet számítani, hogy egész a nagy hideg beálltáig, ez a nyomás folyamatosan tapasztalató lesz a védekező országok, hat Európa Unió külső határain. Leginkább a nyugat-balkáni útvonalra kell tekinteni? Kérdezem ezt azért is, mert Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondtam, hogy csak hogyha ezt az útvonalat nézzük, akkor 82 ezeren próbáltak meg átjutni az Unióba, és több tízezerre rekedtek ott. Igen, a balkáni útvonal egy kritikus irány az Európába tartó migrációs folyamatoknak. Az a kérdés, hogy az, ami várható, vagy előfordulhat, hogy bekövetkezik Afganisztánba, hogy nagy tömegek indulnak útba, és elérik a török-görög határt, akkor ezek a tömegek hamar elérhetik a az Európai Unió belső részeit elérhetik Magyarország határát is. Épp ezért fontos az, amit hangsúlyoztam, hogy az egységes és világos politikai nyilatkozatok, amelyek a határok biztonságáról, a határok őrizetéről és a menekülteknek az egyértelmű jogi helyzetének a megítéléséről szólnak, ezek eljussanak az útbaindulás tervezőkhöz, ellenkező esetben súlyos, még a jelenleginél is súlyosabb migrációs helyzet alakulhat ki. Tábornok úr, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Én is köszönöm.